Szeretettel köszöntöm Önöket a második kerületi Törökvész úti kézműves óvodából. Mázikné Markó Ágnes vagyok, az óvoda vezetője. Óvodánk 1978-ban épült, jelenleg 6 csoporttal működünk 110 gyerekkel. A gyerekek létszáma 16-20 fő, tehát nagyon ideális a helyzetük, mert van helyük játékra, az óvónénikkel való párbeszédekre. Az óvodánk tornateremmel rendelkezik, ami nagyon optimális méretű. Az udvarunk nagy udvar, minden csoportnak külön homokozóval, külön mozgásfajtákat biztosító játékokkal felszerelt. Óvodánk fő profilja a kézműveskedés, hagyományápolás. Úgy gondolom én is és a kollégáim is, hogy a mai modern és felgyorsult világban nagyon fontos egy picit a hagyományainkra visszatekinteni. Ez nagyon fontos felnőttként is az identitásunk megőrzéséhez. Természetesen a hagyományápolás csak úgy jelenik meg óvodánkban, ami a gyerekek korosztályának megfelelt. Például a kiszézés, a kiszebáb égetés, a zöldágjárás, a Mihály napi vásár, a töklámpás készítés, de nagyon sorolhatnám még. A kézműveskedés minden nap jelen van. Tehát nem csak a heti egy vizuális tevékenységben, hanem minden nap felkínálnak az óvónénik minden csoportban kézműves tevékenységeket, és ezeket a kézműves tevékenységeket úgy választják, hogy a régi kis mesterségek köszönnek vissza. Ezeket a képeket, amik megjelentek is, az óvónénik készítették a gyerekekkel. Nagyon büszke vagyok rájuk, mert gyönyörű munkákat készítenek. Óvónőink rendkívül felkészültek, és nagyon türelmesek, gyerekszeretők, de ez jellemző a dajkákra és a óvodánk minden dolgozójára. A kíváncsi láda mérőeszközzel a gyerekeket mérjük, a középsős korú gyerekeket, ami arra szolgál, hogy a bennük lévő kis tehetségcsírákat az óvónénik felfedezzék, és annak megfelelően differenciált fejlesztésben részesítjük a gyerekeket, úgyhogy tehetséggondozást is nagyon a szívünkön viseljük. Várjuk szeretettel, akik fogékonyak a kézműveskedésre, alkotókedvük van, és minden más gyereket, aki egy boldog gyermekkorra vágyik.